Jól kezdődik. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntök ismét mindenkit a Subnautikában. Szkennert bekalibráltam arra, hogy keressen nekünk stalker fogakat. És mielőtt még csinálok bármi más, nézzük meg... ...termesztésem egész jól. Úgy néz ki. A maradékot összetít meg... ...BND nyilván, mert ez egyszerűen... ...zseniális ez a... ennyi problémánkat megoldja. Egy. És szerintem itt a kínai krumpliból is veszünk egy párat. Így. Na. Ezek a növények nagyjából el fogják látni mostanában az összes ilyen élelmiszer szükségletünket szerencsére. De a mai részben Kükloszot szeretnék megépíteni. És bármi mást, amit az alatt meg tudunk csinálni. Először azonban... Egy valamire rájöttem egyébként, szerintem a Moynál sokkal egyszerűbb, így amikor gyűjtögetünk cuccokat, hogyha a Seaglide-ot használom, mert a Seaglide-ot ezt tudom úgy használni, hogy közben nem maradjon ez nálam. Tudom úgy használni, hogy közben felszedek dolgokat, és nem kell, hogy kiszállni belőle, mint a Moyból. Úgyhogy ezt ráteszem most az ötösre. Van belőle 64%-nyi energiánk, felszedjük azokat a fogakat. És aztán ami kell, a nagy része megvan. Drótozó készletet ezt meg tudom csinálni, mert a alapanyagok otthon megvannak hozzá. De hogy a stalker fogak kellenek a... kellenek... a... az üveg, az erősített üveghez. Minden egyebet felszedek közben, amit ugye, mire szükségem lehet. Megvagy. És ha majd lesz... valami stalker fog... ott van egy. Ha majd lesz Kyklops, akkor megnövekszik jelentősen a látogatható mélységünk, ami azt jelenti, hogy folytathatjuk a sztori küldetéseket kicsit. Lehet, hogy az egész tengeri moly problémát megoldja. Ha nem tudjuk felfejleszteni a mélységét a Moynak, akkor egyszerűen hagyjuk a francba, és elkezdünk helyett egy másik tengeralattjáróval járni. És most egyébként így megjegyzem, hogy az úszási gyorsaságom így Seaglide nélkül, nem tudom, hogy ti mennyire érzékelitek, de sokkal gyorsabban mozgok. Most, hogy megépítettem azokat az új békalábakat. Oh. Őszintén ez a Seaglide annyival nem is gyorsabb most nekem. Mindegy. Nincs több stalker fog? De, oké. Ha már itt vagyok, akkor gyűjtök egy párat belőlük. Mert ilyen üvegre még bármikor szükségem lehet. És a másik most, hogy annyival többet tudok lenni víz alatt. És hogy az oxigén tankom kapacitását is megnöveltem. Olyan cuccok, amiket szerintem már nagyon rég meg kellett volna csinálja. Hát végső soron az igazság, hogy annyira nem sietek ebben a játékban. Mert én ezt marhára élvezem. Tényleg így az apróságait. A eddigi részekből ezeket úgy nagy részt kivágtam. Ezeket, amikor csak így random úszkálok és próbálok anyagokat gyűjteni, de azért jelentős része a játéknak ezzel zajlik, hogy csak úgy úszol, felszedsz dolgokat, és közben körbenézel, és gyönyörködsz a világban, mert hát a világ gyönyörű. Veszélyes! Félre ne értsetek! Veszélyes, és valószínűleg meg fog ölni. Ha más nem, akkor megpróbál, de közben nagyon gyönyörű. Át a bázis másik részére, és nézzük, hogy mennyit tudunk megoldani még most. Nem tudom, hogy lesz... A kérdés az itt az, hogy lesz elég lítiumunk ahhoz, hogy megcsináljam a plastilt. Az majd kiderül. Ugye összesen 3 kell. Ez 30 darab titánium, és 6 darab lítium. Az előző részben összegyűjtöttem egy rakás lítiumot, úgyhogy szerintem lesz elég.
Titániumból garantálom, hogy lesz elég. Mindjárt kiderül. Egy, kettő, öt lítium. Hát a francba. Jó, az azt jelenti, hogy nem úszom meg a kiruccanást. Kettő, három, hat, nyolc, tíz. Egy, kettő, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Oké. Aztán... És véletlenül valahol még így elrejtve súnyiba egy lítiumom. Valamelyik másik. Csak le kell mennem még egyszer a barlangba. Legalább gyémántból nem maradok most el. Na mindegy. Csináljunk meg annyit, amennyit lehet, aztán... Ez mi? Ez az új... Ah, igen. Ebből még nem csináltunk. Fögy. Fögy. Úgy, és akkor egyszer. Kétszer. Oké. Okay. Mi kellett még egyszer a... Ez két arany, egy computer chip és egy... Oké, okay, szerintem meg tudjuk most csinálni. Arany volt még a másik, amiből rengeteget gyűjtöttem az előző részben. Kettő, és mi kellett még egy... Semmi, csak ennyi. Okay. Többit elteszem. Nem kellene ilyenek, hogy az ólom, ilyenek, hogy a kvarc. A kvarc ugye üveg kell, tehát itt van egy. Ezt itt hagyom, mert kell, akkor egy üveg, két üveg, és akkor itt van az egyből kettő. Hiszem az ilyen természeti cuccokat itt szoktam tárolni, úgyhogy ezt így elrakjuk. És akkor azt a rezet még ide. Így. A többi az már csak mind olyan, amire szükségem van, ugye? A litiumot elrakom, hogyha nem fogom felhasználni, ha nem kell. Egy. Megvan egy darab erősített üvegünk. Kettő darab erősített üvegünk. Így, és akkor a trótozó készlet, és akkor már csak az egy darab plasteel rúd hiányzik. Megint beszállok a plantba és elkezdek anyagokat gyűjteni. Úgy emlékszem egyébként, hogy a lítiumhoz talán jobb ötlet a gombaerdő. Így. Hiányérzetem van, mi nincs nálam, a fegyverem nincs nálam. Nem mindegy, amíg a plant ruhában vagyok, addig szerintem nem is nagyon kell. Kivágjam ezt? Szerintem kivágom. Nem fog történni semmi érdekes, megint elmegyek, nyersanyagokat gyűjtögetek, semmi említésre méltó, hogy hadd telhessen valami érdekesebben majd ennek a résznek a további része, úgyhogy nem sokára jövök. Azt hiszem mégiscsak megosztom ezt a kalandot így a felvételben, mert és hirtelen nem hiszem, hogy ebben a zónában még bebártorkodtunk-e a zene... Ó, kielszek, igen. Szóval, igen, a zene sejtelmes nagyon. Ó, és egy új gombaféle. Leszkeneltem már? Nem, oké. Okay. Ez teljesen új ez a zóna. Úgyhogy, ha már itt először vagyunk, akkor... ezekből néhányat. És ha már itt vagyok, nem szeretném kiszedni ezeket ebből a tárolóból, hogy... Igen. Ez a növény, ez beszkennem tetszik. Oké, zene. Nem tetszik, amit csinálsz. Kérlek, hagyd abba, te veszélyes vagy. Emlékszem rád. Te rettentő veszélyes vagy. Látom még ezeket a kis furcsa vörös vérolajok. Csinálsz valamit? Tudod mit? Gyere! Gyere! Nem félek tőled! Ott megtem a fegyverem, de nem félek tőled. Ez az, menekülj. Menekülj. Hú, oké. Okay. Te is újnak nézel ki.
Igen. Ghost Weed. Szellemgaz. Kísértett gaz. Ez biztos, hogy nyersanyag, az van itt bőven. Urán, quartz, látszólag rengeteg quartz. Szóval felszedtem egy ilyen izét. Most ti is, itt a kujjak vagytok. Gerinchal. A hal valóban gerinces. Vér, olaj. Bloodvine seed. Ó, ez egy újabb elültethető cucc, hát akkor ebből szedek? Szedek mondjuk, elég nagyok. Mondjuk szedek hármat. És azt hiszem van még egy benne a ruhában is. Na, visszatért. Jöhet a második kör. Nem félek tőled. Most már tudom, hogy sebezhető vagy. Ha más nem, akkor el tudlak kergetni. Na. Elég ijesztő ez a zóna, nem fogok hazudni. Legalább ő nem, úgy látszik, nem követ errefele. És ez még mindig csak 300 méter mély, tehát... Ó! Hűha! Az egy elég meredek zuhanásnak néz ki. És őszintén nem vagyok biztos benne, hogy le akarok menni odáig. Ez ott lent még talán oké. Okay. De egy látszólag nincs nagyon itt más, csak ugyanezek a quartz cuccok. Igen. Quartz meg vérolaj. Hát én nagyjából összeszedtem szerintem így ebből a zónából, így kezdetlegesen azt, amit szerettem volna. Igazából innen nem nagyon volt mit összeszedni. Még téged leszkennellek, ha nem tettem még. Nem vagy szkennelhető, oké. Okay. Mindegy. Jó, hát akkor ez érdekes volt. Van egy nézésem, hogy visszatérünk még ide, mint minden zónába, ahol voltunk eddig legalább egyszer. Még mindig, mielőtt visszamegyek, szeretnék találni valamilyen roncsfélét, vagy ilyesmit, hogy meg tudjam vizsgálni a... Szeretnék találni egyszer egy ilyen a Moonpool fejlesztő konzolját, vagy micsodáját. Arra eléggé szükségem van. Tudjak végre építeni ilyen mélységmódulokat, meg hasonlókat. Na, tehát én itt még mászkálni fogok egy darabig, gyűjtögetek magamnak cuccokat, remélhetőleg még lítiumot, titániumot mindenképp, aztán majd visszatérek további érdekességekkel, hogyha van, ha nem, akkor pedig találkozunk a bázison. Ez nem semmi. Voltam én már, szerintem van egy nézésem, hogy voltam már bent ebben, de abban, arra az esetre, hogyha nem belenézek, itt ragadt egy óriási gombafának a tetején, és van itt egy PDA, ami, igen, tehát még nem voltam ide bent. Scanner szoba. The way I see it, no one's to blame here. He gave me the wrong coordinates. She didn't give me clear instruction. Okay, I'll rephrase. You've been equally incompetent. Now, we've lost time, but we're closer to the planet. So if the Degassi's out there, the scan should pick it up. Why are we even helping the Mongolians? They're the competition. Enjoy your shore leave on Sanjay Station? Like having fuel in the tanks? Thank the Mongolians. We run the scans, we show them we didn't find anything, and we say thanks for the free dinner. Clear? Sir, there's something odd on the surface scan here. Turn that recorder off. Ez kedves. Ahányszor meglátom ezt a adatdobozt, mindig reménykedek, hogy valami érdekes. Aztán sosem az. Legalább egy kis titániumot kaptunk belőle. Na, még mindig van 108 perc oxigénem, de másodperc oxigénem, tök jó egyébként. Van egy ajtó, amit még nem vágtunk át. Visszaszállok a plan ruhába és gyűjtök levegőt, aztán visszamegyünk. Tehát arra, reflektálva kicsit arra a szövegre, tehát
Igen, tehát tudjuk, hogy az Aurora részben azért is volt itt ezen a bolygón, mert hogy a Degázit akarták keresni. Ezek a bizonyos mongolok, akik vetétársukat képzik ennek az Altera ügynökségnek. Altera, nem tudom minek nevezzem ezt. De amikor kiderült, hogy valószínűleg vannak túlélők, a kapitány, vagy nem a kapitány, hanem még az első tiszt, megegyezte, hogy a gyorsan kapcsoljuk ezt képet. Tettetni akarják, hogy egyébként úgy törődnek ők a űrutazó társaiknak, űrutazó betétársaiknak a sorsával, de ha lehet, akkor nem. Na. És megint persze megjegyzem azt, hogy szerintem kb. A férfiaknak a 70%-át ugyanaz az egy színész játsza. És egyébként jó színész. Megkülönbözteti a saját hangjait annyira, hogy ne legyen ugyanannyira egyetért. Ah, igen! Ó, ez kellett! Végre! Végre, köszönöm. Na igen. Ja, tehát ja, világos, hogy mit csináltak. Én még úgy játszottam ezzel a játékkal, hogy ezek a szövegeknek egy része benne volt, de még nem szerepelt hozzá hangfelvétel, tehát csak olvasni lehetett, ugye szövegként volt benne. Úgyhogy így a fejlesztő folyamatnak a vége felé, amikor a szövegek nagy része már végleges volt, akkor gondolták, hogy jó, most béreljük fel a szinkron stúdiót, hogy vegyenek fel rá hangokat, és igen, nagyjából ezért szedd már fel azt a valamit. Isten. És most soha nem fogom megtalálni, elveszett. Egy darab arany, annyira nem érdekel. Jó, nyugi. Igen, tehát a szinkron színészek, ja, tehát hogy felbérelnek belőle egyet, vannak ők olyan tehetségesek, hogy tudnak 5-6 különböző hangot utánozni. Tudják egy kicsit variálni a saját hangjukat, meg az akcentusaikat annyira, hogy különböző embereknek hallatszódjanak, de én már őszintén ezt a csávót, aki a férfi volt az előző hangokban, amiket hallottunk. Én először őt a Dragon Age Origins-ben ismertem föl, mint Tegan, azt hiszem, az volt a neve. És azóta ahányszor hallom, mindig felismerem, ilyen fantasy cuccokban szerepelt egy csomószor, és most itt is. Na mindegy, apró gondolatbeli kitérő volt. De azért, mert én is, hogyha valaki végignézte esetleg az ásólovak sorozatomat, az tudja, hogy én is szeretek szórakozni a hangommal. Közel nem vagyok benne annyira tehetséges, de ez nem olyas valami, amit szerintem itt meg tudok mutatni, de például az angol akcentusaim, azokra kifejezetten büszke vagyok, amiket tudok utánozni. Mert tudok utánozni én is legalább 7 különbözőt. Nem jól, de tudom őket utánozni. Na, ennyi anyag elég lesz. Remélem, hogy megvan az, ami kell azért. Tehát legalább egy fejlesztő konzolt mindenképpen megépítek. Hogyha van annyi anyagom, akkor megépítem mind a kettőben, mind a két. Na, gyerünk befele. Nem látod, hogy innom kell? Szóval. Minden esetre, ha más nem, akkor a Kyklopszot mindenképpen megépítem most, mert a litiumot azt megtaláltam. De persze mindent otthatom a csomagtartóba, igaz? Első lépésként elültetem azokat a növényeket, amiket beszereztünk. 3, és akkor ide pedig a gombákat. Ja, meg ezt a gél cuccot, igen. Sőt, tudok ebből... igen. 3 magot tudok csinálni egyből, jó. Akkor ez még egy darabig nőni fog, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nőnek a gombáink. Idővel, mindenféle nyersanyagra szükségünk lesz, ott ki tudjuk őket termeszteni. A többi az már kinőtt, mint láthatjuk nagyon szépen.
Amiről még láthatjuk, hogy szépen kinőtt, az ugye... Kíváncsi vagyok, hogy a szomjúság miatt, de mintha lassabban mozognék. Ami láthatjuk, hogy még kinőtt, azok... Nyugi már, nyugi, csinálom, na. Szóval. Egy darab az négyet csinál. Tehát 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, és akkor... Ja, de hogy kifogytam a... Vital signs stabilizing. Nem baj, akkor így csináljuk. Így. És akkor visszatesszük a másik kettőt. Akkor most, hogy van hely. Így. Oké. Okay. És akkor mire visszaérünk, lesz majd még több. Oké. Okay. Szóval, először megcsinálok mindent, ami kell a Kyklopshoz, ami már csak egy darab Plasteel Rood. Ez. Titániumot ezt elrakjuk. Ott a két titánium, litium. És van víz. Na, és ezzel a Kyklops az már elkészíthető. Amit viszont még szeretnék Kyklops előtt, az, hogy megépíteni ezt a fránya konzolt. Eltéri modulok. Nem? Nem szedtem föl a... De itt van, oké. Okay. Titánium, három darab computer chip és a részdrót. Mind szerintem könnyen megoldható. Részdrót. Titánium. Computer chip. Sőt, csináljunk kettőt. 6 és még egy rész. Így. Megcsináljuk ezekből gyorsan a drótokat. Egyszer. Kétszer. Így. És akkor állt ide. És akkor konzol egyszer. Így, és akkor most már elvégét meg tudjuk csinálni a fejlesztéseket, azt majd nem sokára. És akkor másodikat pedig idebe, ebbe. Ah, úgy örülök, hogy ez végre bekövetkezett. Így, az alapok most már kezdenek nagyon összejönni. Igen, erre emlékszem itt, hogyha akarnom, akkor ezeket áttevezhetem, ezt lehet, hogy majd a... Így kamerán kívül megcsinálom, és azt nem bemutatom, de ez még fontosabb. Most már végre elkezdhetünk ilyen, megcsinálhatjuk végre ezt a depth modult a Seamoth-nak, és mindenféle különböző gyönyörű dolgot, amit majd mindenképpen meg fogok csinálni. Itt az alapdolgok, itt a prannak cuccok, itt van a fúrókar, ezt is meg kell majd csinálnunk. De most ezt a részt én azzal fogom lezárni, hogy megépítek egy Kyklops tenger alatt járót. Amit nem tudok, mert nincsen nálam még a készletemben az, ami kell hozzá, de mindjárt felszedjük, mert ugye már mindent megépítettünk, csak be is kell vegyük a zsebeinkbe. Ide tettem őket? Nem. Ide. Nem. Ide. Igen. Tehát kell egy darab ilyen, aztán... Mindössze egy darab ilyen. Ez simán így a titániumhoz tettem meg. Igen, itt van a két plasztil. Itt van a három üveg. És akkor mielőtt kimegyek oda, azért leellenőrzöm, hogy tényleg megvan-e. Kyklops. Három darab ólom. Áj, az ólomról megfeledkeztem, és ez nem is biztos, hogy van. És nincs is. Jó. Akkor változott a terv. Megint. Közben még iszonyatosan gyenge a rövid távú memóriám, és folyton elfelejtek mindent, ami fontos. Tehát, hogyha azt nem tudjuk megcsinálni, akkor gondoskodom arról, hogy legalább ólmot könnyen be tudjunk szerezni a következő részekben. Ezt pedig a következő módon fogom megtenni. Megépítem azt a fúrókart. És rátesszük a pranra.
Titánium, lítium, 4 gyémánt. Mi sem egyszerű. 1, 2, 3, 4, lítium. 1, 2, 3, 4, 5. Igen. Ez hihetetlenül meg fogja könnyíteni az életünket. És még mindig működik sajnos az a bug, hogy nem tudom a fejlesztéseket ráftenni, úgy amíg bent van dokkolva, de itt meg tudom. Ta-ta-da-da! Van egy fúrókarunk. A következő részben indulunk bányászni. Addig is köszönjük a figyelmet, remélem élveztétek a részt. Viszlát a következőben!